Következő vendégünk három sportlegenda egyikeként kapta meg Budapest díszpolgári címét idén. A futball képviseletében Göröcs János tüntette ki a főváros. A népszerű Titi Gánton született első profi klubja az Újpest lett, amelyhez hűséges maradt 339 bajnok, ilyen 109 góllal, öt elsőséget szerezve, aztán edzőként is szolgálta a Liláknál. 62-szer volt válogatott, volt Keggól király, négy éve Újpest díszpolgár is, és persze a Pozsonyúti úti Móri Borozó örökös tagja, ő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, Szenus, Jó reggelt János. Kívánok. Ennek a fővárosi díszpolgárságnak olimpiai bronz, VB 5. helyezés, ugye az említett bajnoki címek, kupagyőzelmek, gólkirályság között hol van a, a, helye számodra? Hát most ezek után csak azt tudom mondani az első helyen. Első helyen? Igen, hát főleg azok után, hogy ilyen három ember után én kaptam meg negyediknek. Mert úgy tudom a Puskás Budapest diszpolgára, a Grosics és a Flóri. Uh -huh. És most ugye, hát jó magam, ugye még nem vagyok az, mert körülbelül másfél hónap múlva lesz a, a ceremónia, az átadás. De hát már rengetegen gratuláltak, minden mondom várjátok, mert még nem nincs a birtokomba, majd ha meg lesz, akkor majd megünnepeljük. Te már óvatos ruhaj vagy. Hát hagyd másfél hónap, másfél hónap. <laughs> Mit szólt a baráti körre, hogy ezt itt említettem, ez a bizonyos legendás Móri Borozó, ahol a társaság, a Göröcs János és barátai gyakorlatilag minden nap összegyűlnek egy kicsit megdumálni a, a helyzetet, a, a futball dolgait. Mit szóltak, hogy hogy így a főváros kiválasztott téged. Hát, amikor először lementem, amikor a, megtudtam, hogy a lettem, a közgyűlés megszavazta, ugye, nem szóltam egy szót se. ott ült a Várhidi egy idős, a Jagrik a, 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 korelnök 91 évesen, és nem szóltam egy szót se. Mondom, addig még nincs meg én, addig... Addig nem, te hallgatsz. Addig én hallgatok. Mit az Isten jön a gyenes a bandibe, és ilyen nagy szájával, ahogy szokat, gratulálok János, a diszpolgári, hogy hívják a kitüntetés, stb. stb. Mondom, ezek szerintem már tudod. És akkor mondom a Palinak, meg a, a Jagribandinak, hogy mi lettem, kértem egy kört, ugye mindjárt gratuláltak. Egy díszpolgári kör. Ez egy diszpolgári kör, egy szolid, de hát majd lesz ennek egy folytatása is, remélem. Ö, mit terveztek? amikor, a, amikor már biztos zsebbe van a cím. Hát még av, arra, abban még nem foglalkoztam, a születésnapom van kedden, Igen. azt tartjuk ott a baráti társasággal, gondolom ez is majd szóba kerül, de majd ha meg lesz, akkor utána lesz ünneplés, de hát hogy hol és mint, azt még nem tudom. Téged gyakorlatilag nagyon sok minden, szinte minden Újpesthez köt, ott már díszpolgár, vagy milyen most a klub odafigyelése és gondoskodása, mert hogy korábban azért ezzel, hát olyan voltak visszásságok? Hát mit mondjuk, új vezetés, van, ugye ez gondolom tudja mindenki, Igen. jól esett még aznap, mikor megtudtam, hogy, hogy mi leszek, a klubtól fölhívott a kommunikációs egyik vezetője. Szóval melléd a belgák. Igen, fölhívott a, a elnökség nevébe gratulált a játékosok nevébe is és a jövő héten lévő Fradi meccsre meghívtak a Fradi Dózsa meccsre. Szóval akkor talán most már rendeződnek azok a keserűségek, hát ami benne, mert, is, és abban mert hiszen voltak régen olyan idők, amikor megállítottak még a bejáratnál. nem kaptam belépőt, de a, a MLS igazolványjal meg nem engedtek be csak a álló helyre, oda meg nem szívesen mentem át, úgyhogy ahogy hallom a lányitól, mert ő volt a meccsen, állítólag a nevem már diszpáholyban ki van téve és nem tudom melyik szét lesz az enyém. Akkor rövidesen megnézed, hál' hát Istennek. Remélem. Az itt felsorolt sportsikereid közül van-e olyan cím, eredmény, amit a amit kiemelten a legfontosabbnak tartasz? Hát emellett még az újpesti díszpolgárit tartom nagy eredménynek, és hát a, a Vásárvárosok Kupájának a, a második helyezetét. Sajnos itt kettőn úrról elveszettük a, a döntőt, de azt, ha megnyertük volna, akkor mondjuk a Ferencváros beértük volna ugyanígy, mert ők ugyanezt a kupát megnyerték, mi meg másodikok lettünk. De az, hogy a Sterlur úszhatta át a, a Gellért szállóba az a ezüstérmet, óriási élmény volt. Sajnos utána utaztunk a Dániába, és hette játszottunk abban a csapatban, és kikaptunk 3 2 amit aztán Marseille-be elvesztettünk. János, van-e olyan mérkőzésed, amin te magadat, a saját teljesítményedet egyértelműen és abszolút tízesre értékeled? Hát, mit mondjak? Így visszaemlékezni. Hát a Grosicsnak rúgtam négy gólt a Tatabány ellen. A napokban mondtam is neki, hogy emlékszel rá, azt nem emlékszik. De az egyik legjobb meccsem egy ausztrál ellen játszott kupa volt, de a Fradi ellen, mikor nyertünk 3-2-re Újpesten, 2 1 vezettek, és 5 perc volt hátra. És az én gólommal egyenlítettünk, és a Dunai bekotolt egyet, és így a 90. percben nyertünk 3-2-re. De mondhatnám a vasast, amikor a villanyfényt avattuk, a Bene nem játszott, a Nosko, a Dunai nem játszott, és 3-0-ra megnyertük a vasast. Akkor 9-es osztázatot kaptam a Borbé és hát volt sok még mellette, de hát ezekre emlékszem. És ö, mi volt a, a legkomolyabb csalódás futballpályán, futballpályával kapcsolatban. Az előbb már szóba aztad, ezt az elvesztett Vásárvárosok kupája döntőt, de mondjuk a 61-es Spanyolországi Európa bajnokság, ahol nem játszhattál. Aztán sajnos nem játszottam, mert szerdán volt bajnoki forduló, csütörtökön utaztunk volna, a csapat el is utazott, sajnos nélkülem, a Kleidbán fölrugott, és kiment a vállam. És ugye Spanyolország helyes sportkórház helyre tették, két hetet pihentem, de hát a legnagyobb kudarc az, az vitathatatlan Marseille volt. Az, amikor már kezünkbe volt a, a mexikói út, minden, a, nem ott el, hanem előtte. Elszúrtuk Dániába, és elszúrtuk nagyon rossz cserékkel a csehek ellen, Rágába. Három egynél a rosszul cserét a Karcsi bácsi, hogy el nem tudom mondani. Így lett három-három. A gól különbségünk jobb volt, minden jobb volt, a FIFA mégis azt mondta, hogy egy harmadik meccset kell játszunk, és hát ott sajnos elbuktunk. Uh, amint arra már tettél utalás, jövő héten születésnap, mivel telnek uh, mostansága napjaid? Hát kérlek szépen, hál' Istennek Balaton beindult, a lányomék ott élnek, nekem is van ott egy vikendházam, onnan jöttem haza tegnap a mai műsor miatt, Hát csodálatos. Sokat dolgozom ott, mert kell dolgozni, hatalmas a telek, olyan sövényem van, létrázni kell, hogy le tudjam vágni. 50-szer fölmenni, lejönni, a kert, minden. vagy. De imádok ott lenni. Ott a családom, az unokáim, és sok haver van, és jól is érzem magam ott hát akkor ezt a szokásodat, ezt tartsd meg még jó sokáig, és akkor még egyszer gratulálunk a díszpolgári kitüntetéshez, és csapjatok egy nagy bulit, majd köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én számára. is köszönöm, Pali.